A miniszterelnök távozása a kormány éléről az egyetlen módja annak, hogy véget érjen a kormányválság és helyreálljon a koalíció. Ezt állítja az USZERE Plusz szövetség, amely szerint ellenkező esetben várhatóan több mint 280 honotja fogja voksát adni a kormány elleni bizalmatlansági indítványra. Forintkocu kormányfő azonban teljesen kizártnak tartja, hogy visszalépjen a kabinet éléről. Az előrehozott választásokat nem tartja valószínűnek. A kormányfőt Mogos Alján kérdezték az újságírók arról, hogy mi történik, ha a szociáldemokraták bizalmatlansági indítványa eléri a célját és a pénélé elveszíti a kormányzást. Florin Kötzu az alkotmány előírásaira hivatkozva azt mondta, az államfőnek lehetősége van a parlament feloszlatására és az előrehozott választások kiírására. Úgy fogalmazott, a döntés nem a PSD, nem Csoláku vagy mások kezében van, hanem az államelnöknél. Utalva arra, hogy Klaus Johannis nem köteles kiírni az előrehozott választásokat. A bizalmatlansági indítvány kapcsán a miniszterelnök azt mondta, néhány párt mély politikai és gazdasági válságba akarja sodorni az országot, ahelyett, hogy a románok érdekeit helyeznék előtérbe. Az USZERE Plusz szövetség egyébként több ízben is kijelentette, hogy csakis Kötzu lemondása vethet véget a kormányválságnak. Nagyon sok badarság hangzik el a közbeszédben. Hogyan mondhatnék le, amikor a románok számára fontos döntéseket kell hoznunk? Ez lenne az utolsó dolog, amit megtennénk. Mi nem vagyunk a PSD, hogy saját kormányunkat megbuktassuk. Mi a Nemzeti Liberális Párt vagyunk, és világos küldetésünk van, és pedig az, hogy kormányozzuk Romániát, illetve jó dolgokat tegyünk a románok érdekében. Arra felvetése, hogy az ellenzéknek kellő számú szavazata van a bizalmatlansági indítvány sikeréhez, a kormányfő azt mondta, a PNL tárgyaló delegációi azon dolgoznak, hogy parlamenti többséget biztosítsanak a kormánynak. Kedden az indítványról szóló szavazás napján kiderül, hogy mekkora sikerrel, fogalmazott a kormányfő.